mindennapi életünk hétköznapi tárgyai olykor rendkívüli történeteket mesélhetnének. Hihetetlen sztorikat, zseniális megoldásokról, olyan problémákra, amelyek létezéséről nem is tudunk. Vajon milyen titkokat rejtenek hétköznapi tárgyaink? Légzsák, jégpálya, matrac. A hétköznapi dolgok mögött ott rejlik a titok. Ha bepillantást nyerünk a kulisszák mögé, akkor mi is megtudhatjuk, hogyan készül, vagy hogyan működik. Hogyan csinálják? Légzsák, jégpálya, matrac. Manapság az autó nélkülözhetetlen. Az utóbbi 30 évben a kocsik száma megháromszorozódott, ami persze azt is jelenti, hogy sokkal több baleset történik az utakon. Évente körülbelül 20 millió ember sérül meg valamilyen közúti baleset során, és legalább 1 millióan meg is halnak. Nagyjából ennyi ember él Barcelonában. Az az érdekes, hogy bár sokkal több a baleset, mégis kevesebben halnak meg. Az utóbbi 30 év során a halálos áldozatok száma a felére csökkent. Ez nagyrészt egy zseniális találmánynak köszönhető, a légzsáknak. A légzsák gondolata elég egyszerűnek tűnik, pedig valójában egy hihetetlenül bonyolult mechanizmusról van szó. Ahhoz, hogy egy légzsák hatékonyan megakadályozhassa a sérülést, egy másodperc 50 000 része alatt kell felfúvódnia. Egy kolibri egyetlen szárnycsapása négyszer ennyi ideig tart. De ez még nem minden. Ha a légzsák nem enged le a másodperc 2/10 része alatt, akkor végez a sofőrrel. Hogy fújódik fel ilyen elképesztő sebességgel? Hogyan oldják meg azt, hogy a kemény anyag ne okozzon sérülést éppen annak, akit meg kell védenie? És hogyan tudja úgymond, hogy mikor kell felfúvódni? Egy szóval, hogyan csinálják? Svédország nyugati részében, Várgadában működik az Autoliv nevű cég, amely a világ vezető légzsákgyártója. Majdnem az összes autógyár tőlük vásárolja a berendezést. Évente 3,5 millió légzsákot gyártanak. Nem csak a mérnökök és a tervezők dolgoznak keményen a cél érdekében. Egy különleges képességekkel rendelkező kis csapat is segíti a munkájukat. Akik nélkül ma már elképzelhetetlen a ballongyártás. Egy olyan csapat dolgozik a gyárépület egyik eldugott sarkában, akiket egyáltalán nem érdekel a saját testi épségük. Zokszó nélkül tűrik a csapásokat. Au! Nagy kár, hogy ilyen kíméletlenül bánnak a próbababákkal, mert rendkívül bonyolult szerkezet, és darabja 180 000 dollárba kerül. A bábú nagyon hasonlít egy robotra. Egy rendkívül összetett mechanizmus működik a belsejében, ami képes imitálni az emberi szervezet legfontosabb funkcióit, tehát a csontok, a belső szervek, az ideg- és érrendszer működését. A bábút több ezer szenzorral is ellátták. Ezek a kis műszerek az ütközés során bekövetkezett reakciókat érzékelik. A helyzet sokkal rosszabb, ha az ember látja is, hogy mi közeleg. Au. A próbabábukon végzett kísérleteknek köszönhetően a gyármérnökei olyan légzsákokat fejlesztettek ki, amelyek 25%-kal csökkentették a halálesetek számát a biztonsági övet használó vezetők körében. De hogyan fújódik fel ilyen elképesztő sebességgel? A titok nyitja egy aprócska bomba, amely az autó kormánykerekében lapul. A légzsák működéséhez a következők szükségesek: szenzor, gyújtás, robbanó szerkezet és ballon. Valóban bombáról van szó. A gyújtószerkezet indítja be a tabletta formájú gyúanyagot, és a detonáció ereje levegőt présel a ballonba. Minden autóhoz más és másfajta légzsák való. Az idők során ezek a modellek egyre kifinomultabbak lettek.
Legelőször elkészítik az új ballon háromdimenziós rajzát, és ennek alapján készül el a prototípus. Utána lézersugárral méretre vágják, és géppel összevarják. Mielőtt a bábukon kipróbálnák, először letesztelik magát a ballont. Egy fém nehezéket röpítenek a kormánynak. Az ellenőrzés során azt nézik, hogyan reagál a ballon, ha egy átlagos testsúlyú ember 40 km/h sebességgel neki zuhan. A próba után kijavítják az esetleges hibákat. Egy-egy apró hiányosság a vezető halálát is okozhatja, éppen ezért alaposan elemzik az eredményeket. Ezzel a zsákkal az a gond, hogy túl lassan ereszt le. Egy igazi baleset során ez azt jelentheti, hogy eltörik a sofőr nyakcsigolyája. Azonban hamar rátaláltak a megoldásra. Azt javaslom, hogy 30%-kal növeljük meg a légáteresztő lyukak méretét. Miután elvégezték a módosításokat, a tervet visszaküldik a varrodába, ahol összeállítják az új ballont. Ezután kerülhet sor az utolsó próbára. Most már a próbabábuk is bekapcsolódnak a munkába, de ezúttal nem sétakocsikázásra indulnak. Beállítják az ülés magasságát, és ellenőrzik a szenzorok működését. Az Autoliv évente 320 millió dollár értékű ballont ad el. Jól tudják, hogy egyetlen hibás darab sem kerülhet forgalomba. A ballon elméletileg tökéletes. A kérdés csak az, hogy egy valódi balesetben is megállja-e a helyét. A döntő pillanat nem tart tovább egy szembillanásnál. 3, 2, 1, 0. Teljes siker. Barátunk túlélte a mai megpróbáltatásokat. Folytatódhat a légzsák fejlesztése. Nagyon lényeges, hogy a légzsák ne fúvódjon fel véletlenül, és ne fordulhasson elő, hogy egy ideges sofőr idő előtt működésbe hozza. Az időzítés kérdése létfontosságú. Honnan tudja egy légzsák, hogy mikor kell kipattannia? Van egy ütésérzékelő a bal oldalon, 10 cm-re a borítólemez mögött, és egy másik a jobb oldalon. Az érzékelők azonnal továbbítják az információt a kocsi belsejében lévő vezérlőhöz. A vezérlő továbbadja a jelet a légzsák felé, és az rögtön felfúvódik. Mindez a másodperc tört része alatt zajlik le. Van még egy probléma. Tegyük fel, hogy a légzsák a megfelelő pillanatban fújódik fel. Eddig rendben van. Azonban maga a ballon egy műanyag borítás alatt helyezkedik el. A robbanás ereje szétvetheti a burkot, aminek következtében a szilánkok szétrepülhetnek, és komoly sérüléseket okozhatnak, illetve tönkretehetik magát a ballont. Zseniális megoldás született, ami csak ezerszeres lassításban válik láthatóvá. A kormánykerékbe épített rekeszt teteje lyukacsos szerkezetű. A lyukak szabad szemmel egyáltalán nem láthatóak. A burkolat ütközéskor szétreped, és a ballon felfúvódik. Ugyanakkor a műanyag fedél nem szakad ki a helyéből. Ezen a lassított felvételen jól látni, hogy a levegő kiáramlik a légáteresztő lyukakon, és így nem sérül meg az utas feje. A kísérletek befejezése után kezdődhet a sorozatgyártás. Beszerelik a robbanó szerkezetet, és a ballonhoz rögzítik. A ballont összehajtogatják, és így már bekerülhet a rekeszbe, ami végül a kormánykerék közepében foglalja el a végső helyét. Elkészült a következő életmentő légzsák. Nagyon büszke vagyok arra, hogy itt dolgozhatok.
Évente körülbelül 15 ezer ember életét mentjük meg ezzel a szerkezettel. És ez nagyon jó érzés. Végül ne feledkezzünk meg az önfeláldozó próbabábukról, akiknek nap mint nap ki kell állniuk a próbát. Minden tárgynak megvan a maga különleges története. A következő részben megismerkedhetünk a jéghoki titkaival. A jéghokizó nagyon gyorsan száguld a jégen. Azt szeretnénk megtudni, hogyan készül a jégpálya. Ez a világ egyik leggyorsabb sportága. Ezen kívül hihetetlen népszerűségnek örvend. Egyes országokban nemzeti sportnak számít. A jéghokiról van szó. A jégkorongozás nagy ügyességet igénylő játék, mert a pálya felülete igencsak csúszós. Ez a több milliárd dollár hasznot hozó üzlet már régen csődbe ment volna, ha nem létezne ez a zseniális találmány, a jégsimítógép. A játék 20 percenként leáll, majd a jégsimítógép birtokba veszi a pályát, és újra sima, fényesen csillogó jéggé varázsolja a töredezett, apró lyukakkal borított felületet. A jégkorong szerelmesei Zamboni néven ismerik a csodamasinát, és majdnem olyan szórakoztatónak tartják a jelenséget, mint magát a játékot. A hagyomány része. Ez valami olyasmi, ami mindig megjelenik a pályán. A szünet kezdetekor begördül a Zamboni. Az ember végignézni, ahogy a gép újjávarázsolja a jeget, és nem unja meg a látványt. Több százszor láttam már, rengeteg meccsen voltam, és mindig itt dolgoztam a jégpályán, de még most is élvezem. Én is szoktam nézni. Ilyenkor semmi más nem történik a pályán. Engem is magával ragad a csoda. Úgy tűnik, mintha a gép csupán felsöpörné a felpattogzott jeget. De nem csak erről van szó. Nagyon sokrétű feladatot lát el. Hogyan lesz újra tükörsíma jégpálya a töredezett felületből? Történetünk a kaliforniai Los Angelesben a napfény, a szörf és igen, a műjégkészítés fellegvárában kezdődik. Itt található a Frank Zamboni és társa nevű cég, ami a világ legnagyobb jégsímítógép gyára. A Zamboni cég már több mint 50 éve kézzel gyártja ezeket a gépeket. Persze azóta sokat fejlődött a gyártás technológia. Richard Zamboni nagyon büszke arra, hogy tovább öregbítheti egy olyan cég hírnevét, ami még mindig a családjuk olasz nevét viseli. A gépet édesapja Frank Zamboni találta fel. Vicces nevünk van. Nem olyan átlagos hangzású, mint a Smith vagy a Jones. Nagyon örülök, hogy a nevünk egybefonódott a jégsimítóval. Mindenki csak így emlegeti. Felkelti a figyelmet a pályán, hiszen ha a gép dolgozik, semmi más nem történik. Valóban érdekes látvány. De vajon pontosan mit csinál ez a gép? Meglepő módon a szurkolók sem tudják. Nem is tudom. Talán elsimítja a jeget, hogy a játékosok ne csusszanak el a töredezett jégpályán. Két szerszám van a gépen. Az egyik legyalulja a jeget, a másik pedig felszedi a jégkását. Ez a rendkívül éles penge szabályosan leborotválja a felületet. Érdemes megnézni, hogyan szeli ketté ezt a zsemlét. A legyalult hószerű anyagot a kés előtt mozgó vízszintes tengelyű orsó a gép középvonalába viszi. A 2 méter hosszú, borotva éles penge körülbelül 2 milliméternyit legyalul a felületből. A fogásmélységet menet közben is állítani lehet,
Vagyis a gép kezelője beállíthatja, hogy milyen mélyen vágjon a kés. A vízszintes orsó bejuttatja a keletkezett jégkását a gépbe. A havat egy fémtartályba engedik. A gyalulás csak a legelső munkafolyamat. Ezután a Zamboni egy néhány milliméteres jégréteget hord fel a pályára, hogy a jégvastagsága újra elérje a 2,5 centimétert. Hetvenhat aprócska locsolócső permetezi a jeget. A kiáramló víz feltölti a lyukakat, és egy új jégréteg keletkezik a felületen. A mozgásban lévő berendezés 500 liter vizet fecskendez a pályára. Olyan, mintha 7-szer megtöltenénk egy fürdőkádat, és a vizet kiöntenénk a jégre. A gép hátulján lévő törölköző becenéven ismert keskeny lemez szépen elegyengeti a felületet. Az a kérdés, hogy miért nem csúszik meg a gép ezen a rendkívül sima felületen? A válasz egyszerű, a speciális abroncsok miatt. Az abroncsokba különleges wolfram acélból készült szegecseket ütnek be, és ezek biztosítják a tapadást. Egy abroncs futó felületén több mint 100 szög van, amelyeket mind egyenként ütnek bele a gumiba. A jármű körülbelül 5 kilométert tesz meg egyetlen mérkőzés alatt, vagyis egy évben legalább 3500 kilométert gurul. Tehát a szegecsek szerepe nagyon fontos. A munka befejezése után ki kell üríteni a gépet. Egy átlagos játékidő alkalmával 680 kg jégkását kapar fel a simító, amiből körülbelül 7000 jégnyalókát lehetne készíteni. Már tudjuk, hogyan működik a gép, és most szeretnénk megtudni, milyen érzés vezetni egy ilyet. Raúl López már 10 éve dolgozik a jégsimítóval, és nagyon szereti ezt a munkát. Nagyon szeretem a jégkorongot. Néha én is szoktam játszani. Ez egy csapatjáték, és én is tagja vagyok a csapatnak. Tudom, hogy mennyire fontos a hibátlan pálya. A jégsimító vezetése megtiszteltetésnek számít. A gyártása is nagy hagyományokkal rendelkezik, tehát nem csoda, hogy a szurkolók odáig vannak a Zamboniért. Nincs meg Zamboni nélkül. Ha nem láthatnánk, unalmas lenne a szünet. Én még a gyárba is ellátogattam. Megmutattak mindent. Vettem egy Zamboni pólót. És még vezethettem is a próbapályán. Én imádom a Zambonit. Aki nem így érez, azzal valami nem stimmel. Minden tárgynak megvan a maga különleges története. Nem sokára beavatjuk önöket a matrac készítés titkaiba is. Ez a dolog mindannyiunkat érint. Egy nap 7 órát töltünk ezzel, egy évben 106 napot, és egy átlagos élet során 23 évet szánunk rá. Az alvásról van szó. Érdekes tény, hogy az emberiség kétharmada nem alszik jól. Hogyan lehetne elérni, hogy mégis jól kialudjuk magunkat? Talán a Wisconsin állambeli Janesville-ben található a titok nyitja. Ugyanis ebben az álmos kisvárosban van Észak-Amerika legnagyobb matracgyára. Évente több mint 300 ezer matrac készül ebben a zajos gyárban. A hozzáértők úgy tartják, hogy a jó ágybetét titka a rugókban rejlik. Az emberek életük egyharmadát alvással töltik. Úgy gondoljuk, hogy az általunk gyártott matracokon mindenki jobban alszik, és ez nagyon lényeges szempont. Egy éjszaka során alvás közben általában 40-szer, sőt néha 60-szor is átfordulunk a másik oldalunkra, aminek biztosan nem örül az ágyszomszéd.
Simmons 80 éve fedezte fel a zsákrugós eljárást. A képen azt látjuk, hogyan állítják össze az ágybetét alapját. Az a dolog lényege, hogy a rugók középen kapcsolódnak egymáshoz, és nem a spirál tetején vagy alján. Ez azt eredményezi, hogy ha az egyik rugót nyomás éri, akkor nem húzza le magával a mellette lévőt. Valóban így van. Itt került a képbe a tekegolyó. A gyártók azt állítják, hogy ha az ágy egyik végére ráejtenek egy tekegolyót, akkor a másik végében álló bábuk nem fognak elmozdulni. Vajon miért ilyen hatékony a zsákrugó? A gyártási folyamat az acéldrót megmunkálásával kezdődik. A rugókészítő berendezés felspirálozza a drótot. Egy-egy matrac elkészítéséhez 1 kilométernyi acéldrótra van szükség. Az elkészült spirált méretre vágják, és mindegyik darabra rákerül a zsák. Ezután a zsákokat összevarják, és így keletkezik a zsákrugó. Egy ágybetét elkészítéséhez 850 darab zsákrugóra van szükség. Az Edinburgh-i alváscentrumban az alvászavarok okait vizsgálják. Legalább 12 fajta alvászavar létezik. A legismertebb közülük a kóros álmatlanság. Valójában minden harmadik ember alvászavarban szenved. Egy jó matrac megoldhatja a problémát. Nagy szükség van a pihenésre. A kialvatlanság komoly problémákat okozhat másnap. A Janesville-ben dolgozó 300 munkás nem alszik jól, ha úgy érzi, nem tett meg mindent a többi ember nyugalmáért. Minden egyes matracot kézzel állítanak össze. A munka nem tart tovább 15 percnél. Az utolsó varrásokkal is végeztek. Ezután a matracokat becsomagolják, és nem sokára megérkeznek a különböző áruházak bútorosztályaira. Nagyon sok olyan átlagosnak tűnő tárgy vesz körül bennünket, amelyek a mérnöki tudomány csodálatos fejlődésének köszönhetik létüket. Olyan zseniális megoldások születtek, amiknek a titkai mindezidáig rejtve maradtak előttünk. Műsorunk kezdete óta a légzsák két ember életét is megmentette. A jégsímító újjávarázsolt egy jégpályát, és Wisconsinban 16 matrac készült el a 13 kilométernyi acélrugóból. Még a leghétköznapibbnak tűnő tárgy története is különleges lehet. Nincs más dolgunk, mint hogy meghallgassuk. Narrátor Kárpáti Levente. A magyar változatot a Mafilm Audio Kft. Készítette.